igazán ütős témával foglalkozunk. Ma jó estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Augusztus 2-a és 4-e között rendezik meg az ütős hangszerek legnagyobb hazai seregszemléjét az Agárdi Szabastrandon. A 4. ütős fesztiválra várják az érdeklődőket, a dobszerelmeseit. Minden, ami dob, minden, ami ritmus. Idén is várja az érdeklődőket a Velencei Tavi Ütős Fesztivál. Augusztus 2-án megdobban a tó, a fesztivál 3 napig tart. Az ingyenes rendezvény az Agárdi Szabadstrandon lesz. Koncertek mellett különféle kiegészítő programokkal is készülnek a szervezők. Koncerttel indult a ráhangolódás csütörtökön az Agárdi Rönkvárban. Az ütős fesztivál idén is várja a dobok szerelmeseit augusztus 2-ától az Agárdi Szabadstrandon. Lesz Bohemian Betyársz, lesz Avarhorda, lesz Vojásza, eljön hozzánk a Besodróm igazából, ők lesznek a szombaton a főzenekar, előtte Bordó Sárkánnyal találkozhatunk, és idén is lesz Ataru a japán Taiko színház, ami nagy sikernek örvendett a tavalyi években is. Ezek a koncertek igazából azoknak szólnak, akik szeretnék jobban megismerni az ütőhangszereket, és szeretnék jobban megismerni a világzenén belül elfoglalt helyüket, és mi ezt szeretnénk minden érdekesebb módon megmutatni, úgyhogy direkt olyan zenekarokat hívunk meg, ahol valamilyen formában ez kicsit előtt a trendtől. Egy picit szeretnénk közelebb engedni idén, vagy talán még közelebb a zenészeket a közönséghez, úgyhogy nagy erőkkel dolgozunk azon, hogy ők húsvér hozzáférhető emberek legyenek a közönség számára. Nem túl bölcstelen, de idén sem teszünk kordonokat, ez évről évre igazolja önmagát, valamilyen okból kifolyólag az emberek értik, érzik ezt a szükséges távolságot, de nagyon-nagyon jót tesz a rendezvénynek az, hogy nincs leválasztva a zenei része és a közönség része egymástól, vagy elválasztva. A fesztivál szervezői idén is nagy hangsúlyt fektettek a koncertek mellett a kiegészítő programokra. Arra mindig is büszkék voltunk, és nagy hangsúlyt fektettünk az eddigi ütős fesztiválokon is, hogy a kísérő programokban igyekeztünk erősek lenni. Ez idén sem lesz másként. Nagyon nagy sikere volt az elmúlt években, hogy gyakorlatilag egy saját külön kis ligetet alakítottunk ki a gyermekeknek, ahol nyilván az ütős hangszerekhez kapcsolódó különböző kis elfoglaltságok vártak rájuk. Ez nem lesz másként idén sem, rengeteg kézműves lehetőség lesz nekik, kicsit kreatív. Kodhatnak, zenélhetnek, tehát egy nagyon jó kis sziget lesz ez nekik megint. Ez nyilván a szülőknek is jó, mert egy picit le lehet tenni ott a kicsiket, mert tényleg egy pici liget lesz majd így bekerítve nekik, ez az ő kis világuk lesz. Aztán nagyon sok olyan programunk lesz, ahol meg lehet nézni, és lehet is készíteni különböző újra hasznosítható, hát mondjuk nyugodtan szemétből is akár, hangszereket. Erre nagyon jó kis szakembereink lesznek majd, akik ebben segítenek, és az elmúlt években is elképesztő hangszerek jöttek ki, és akkor a végén lesz egy kis zenetanulás, egy közös kis zenetanulás, aki készítette a hangszert, és egy ilyen kis mini koncertet is lehet majd adni. Ez minden évben egy óriási siker. Kimondottan készültünk olyanra is, hogy nyilván aki lesznek olyanok, akik családostól látogatnak ide, jönnek azért olyanok, akik komolyan érdeklődnek a hangszerek iránt, neki különböző workshopok lesznek és különböző zenei bemutatók, illetve hangszer bemutatók, tehát megismerkedhetnek különböző típusú hangszerekkel, ki lehet azokat próbálni, találkozhatnak azokkal, akik ezeken magas szinten tudnak játszani. Volt olyan visszajelzés, aki egyébként itt szerzett benyomások után kezdett el zenélni. 2 éve volt egy nagyon érdekes sztori, kijött egy anyuka és a kisfia, és akkor már ment az alkodozás, hogy neki kell valami mindenféleképpen egy ütős hangszer, nem tudom, hogy a szomszédok mennyire örültek, hogy ez mennyire valósult meg később. Tehát hasonló programokkal készülünk, nyilván az nagyon nagy előny, és igyekszünk azért mi is ebből előnyt kovácsolni, hogy maga a fesztivál helyszíne az közvetlenül a tópartján van. Tehát ezt a fesztivált abszolút össze lehet kapcsolni egy nagyon kellemes strandolás.
hatással. Ez tavaly is, két éve is nagyon sokan éltek ezzel a lehetőséggel. Kijöttek, lepakoltak, fürödtek egyet, koncert volt, felsétáltak, utána visszasétáltak, fürödtek egyet, megint koncert kezdődött a beállások után, újra feljöttek. Szóval már maga a tó ad egy nagyon jó kis kiegészítő programot. Hát hirtelen ennyiben ennyi, aztán ezen kívül még nagyon-nagyon sok minden lesz. Készülünk egy különleges fényfestéssel, az már nyilván az esti programokkal, ami a tóra fog kivetődni, és hasonló programokkal. Én azt gondolom, hogy az embereknek egységélményeket, összetartozást, a családoknak egy kicsit egy ilyen törzsi hangulatot ad, hogy egy picit máshogy tudjanak kapcsolódni egymáshoz, mint amit a hétköznapok manapság diktálnak. És igazából az összes kísérőprogram, családi program, az ütős workshopok mind arról szólnak, hogy együtt tudjunk valamit alkotni, csinálni, ami élményt ad. Idén több újdonsággal is készülnek a szervezők. Igyekszünk hozni az eddig megszokott magas zenei minőséget, és két új elem épült be a rendezvénybe. Az egyik az indonéz nagykövetség jóvoltából a gamelan kultúra. Ez egy életstílus, egy zenei közösség. Nagyon-nagyon érdekes lesz, illetve megkaptuk a Magyar Beatbox bajnokság rendezési jogát. Nagyon büszkék vagyunk rá. A beatboxról annyit kell tudni, hogy szájdobolás, nem tartozik szervesen a rendezvény koncepciójához, de egy méltatlanul elhanyagolt területe a ritmusnak. És nagyon-nagyon nagy meglepetésünkre és örömünkre több mint 30 jelentkező van eddig a magyar élvonalból, ami azt jelenti, hogy nagyjából mindenki itt lesz, aki ehhez a műfajhoz egyetlen bármit hozzá tud tenni minőségben. Úgyhogy ennek okán selejtezőt rendezünk, hogy az online lesz vagy sem, azt még a mai napig nem döntöttük el. Szeretnénk kihozni a rendezvényre az összes beatboxost. Sajnos nincs hölgy köztük, ez mondjuk érdekes, de befuthat még. A gamelanról pedig annyit, hogy én magam idén ismerkedtem meg ezzel a fogalommal. Azt gondolom, hogy sokkal inkább életérzés, közösségi alapgondolat, mint sem egy zenekari produkció. Aki a gamelánnal ismerkedne meg, a fesztiválon megteheti, viszont aki nem tudja, hogy mi az a beatbox, mutatjuk. Komplett hangszerként, zenéműfajként is tud működni, vagy akár kiegészítő dologként egy zenekarban, és ehhez nyilván nem kell semmi, csak egy emberi test, némi ütemérzék és nagyon sok gyakorlás. Tehát ez így mondhatni a legősibb hangszerre szerintem az embernek, a hangja, a teste, vagy bármivel tud zenét csinálni, és nyilván ez az elmúlt jó pár évben 10-20-30, mert kb. Onnantól kezdve lesz ezt így mondani, hogy van ez a műfaj. Persze nyilván előtte is volt ezerféle másik hasonló megmozdulás. Pont ettől érdekes, hogy igazából nem kell hozzá semmi extra dolog. És ez valahol szinte ilyen varázslatosá tudja tenni. Én is azért kezdtem valami ezzel foglalkozni, mert hallottam egy srácot, egy sima videót láttam tőle az interneten, és felmerült bennem a gondolat, hogy ez mégis hogy lehetséges. És megvan ennek ez a varázsa, ami szerintem így teljes mértékben eladhatóvá tenni ezt a dolgot, hogyha nyilván egy olyan ember adja ezt elő, aki képzett és szereti, és tudja is azt, hogy mit is hogy kell csinálni. Na de vissza a bajnoksághoz. Ez a verseny fontos a beatboxosok körében, hiszen innen a győztes kijut a berlini világversenyre. Ez nagyon fontos dolog, hogy legyen egy ilyen verseny, kvalifikálni tudjuk magunkat. Ez sajnos nagyon régóta nem volt, konkrétan 4 évvel ezelőtt volt az utolsó, és most sikerült megszervezni ezt újra. Tehát ennek a célja az, hogy kicsit felindítsuk újra ezt az elfogyott és elfeledett dolgot Magyarországon, és hogy végre tudjunk kivinni nemzetközi versenyre egy olyan embert, aki egy magyar bajnok, és megérdemelten van ott. Igen, pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy ez itt Magyarországon mennyire hányan űzik, milyen szinten űzik, és hogy mennyire működik tulajdonképpen itt nálunk ez a dolog? Hát a saját példámon kiindulva működik, viszont rengeteg munka kell hozzá, és mondjuk nem kell olyan messzi országot mondani, Csehország is
ő például sokkal előrébb jár, mint mi ebben. Tehát nálunk ez mindig ilyen underground műfajnak nevezném, és elég réteg dolog, viszont meg lehet benne nyilvánulni, csak okosan kell csinálni, viszont az sosem baj, hogyha ennek van külön helye, ahol ez még megnyilvánulhat. És egy ilyen verseny, ez például tök jó lehetőséget azoknak a fiataloknak, akik ezt szeretnék csinálni, mert mi alapvetően így médiában, vagy bármelyik másik helyen nehéz ezzel megjelenni, viszont egy egész jó és hasznos fórum ennek ez a verseny például, hogy ezt itt tovább lehessen folytatni Magyarországon. Nekem valamilyen szinten célom is az, hogy ezt így előre mozdítsuk, mert amúgy egy tök érdekes és szerethető dolog, és annak ellenére, hogy mennyire réteg műfajnak számít, hogy mindig teljesen pozitívan sül el. Tehát nagyon sokszor tapasztalok olyat, hogy visszajelzés közönségből, szervezőktől, hogy ők ilyet még nem hallottak, és nagyon tetszett nekik, és nem azért nem hallanak róla, mert hogy amúgy azért rossz dolog lenne, hanem egyszerűen így nincs út, hogy ez eljusson az emberekhez minőségben persze. Ez egy jó élmény lesz. Konkrétan nincs olyan zenei műfaj, jó, nyilván persze most a klasszikus zenét kihagyom, mert zongorát nehéz utánozni, meg nagy fúvó zenekar, de minden olyan zenei műfaj, amiben van ütem, vagy dob, vagy bármi, az visszahozható ezzel, tehát nagyon sok réte tud lenni, érdekes tud lenni, illetve olyan élmény, amit az előbb is említettem, közel sem biztos, hogy előtte valaha hallott már az, aki erre kilátogat, és ezt meghallgatja, vagy megnézi. A zene mellett nagy hangsúlyt kapnak a fények is. A fényfestés állandó eleme a rendezvénynek, idén egy picit itt is többel készülünk. Egy csodálatos zenei performance fog érkezni, akinek több méteres szárnyai fehér anyaggal fognak megjelenni, és ez a lány meg lesz festve túl azokon az állandó elemeken, amik a napvitorlák, az árnyékolás és egy-két festető elem még a rendezvény helyszínen. A fesztivál idén ünnepli 4. évét, a szervezők szerint a rendezvény folyamatosan újul, ami azt jelenti, hogy a 4 évvel ezelőtt kitűzött célt még nem, de apránként sikerül elérni. Nagyon lelkesen indultunk, 4 év az azt gondolom, hogy egy egészen pici rövid idő egy fesztivál életében, olyan 10-nél majd biztos boldogabban mesélek erről. Ez egy csodálatos feladat, és egyben küzdelmes is, de ezt mi vállaltuk, eleve a kultúra maga kevésbé népszerű, tehát egy picit feladat volt az, hogy ezt az ütős kultúrát kinyissuk, és egy picit publikusabbá tegyük. Az egyértelműen nyomon követhető, hogy fejlődik ez a rendezvény, úgy területileg, úgy előadók számában, zenei produkciók tekintetében. Elmúlt 4 évünk az ütős fesztivállal egy szép felfelé ív, azt érezzük. Minden évben többen jönnek hozzánk, és nagyon, azt gondolom, nagyon minőségi, nagyon értő közönség, értő fülekkel és egészséges kíváncsisággal, nyitottsággal szeretnek részt venni mindenben, akár tahiti táncos workshop van, akár, ahogy mondtam már, ilyen japán taiko workshop, mindenbe belemennek, és mindent próbálnak a velejéig kiélvezni, és meg is tehetik ezt nálunk. Kedves nézőnk, ez volt már az Esti Mérleg. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!